sebeket ejtett rajtunk a haladás. Egy más jellegű mérkőzésre számítottuk, azt gondoltuk, hogy több lesz számunkra abban a meccsben. Ugyanúgy készültünk, ahogy eddig, tettük a dolgunkat becsülettel, kivideóztuk a TF erősségeit, gyengeségeit. Ismerjük a Kecskemétet, játszottunk velük edzőmeccset is, tudjuk, hogy milyen játékerőt képviselnek, tudjuk, hogy milyen kvalitású játékosaik vannak. Sokkal motiváltabbnak érzem a társaságot, mint mikor jöttem. Nyilván hozzátesz az Újpest elleni győzelem, úgyhogy bizakodóak vagyunk. Az Újpest elleni 3-1-es siker után ezúttal nem tudott hazai pályán pontokat szerezni a pirosmezes TFS-e. A Kecskemét ugyanis Hadnagy István, Darko Risztics, illetve Mánya Szabolcs révén 8 perc után már 3-0-ra vezetett a fővárosban. Szerintem maga az, hogy ennyit edzünk, az rengeteg erőt ad nekünk, tehát hogy tényleg ismerik egymás játékát, és tudjuk ki hova mozog, kinek hova kell passzolni. Szerintem ez épp elég ahhoz, hogy győzelmet tudjunk érni. A fél időben 1-6 volt az állás. A kezdőkapusát eltiltás miatt nélkülöző TFS-e hálóját, a duplázó Hadnagy mellett Öreglaki Norbert és Sallai Bence vette még be az első 20 percben. Fontos volt, hogy a TFS-ét ugye ne hagyjuk játszani, azt láttuk az előző mérkőzéseken, akár a Nyírgyolaj, akár a Újpest ellen, hogyha kaptak területet, akkor ügyes, jó játékosok és számtalan helyzetet kidolgoztak. Ez nagyon-nagyon fontos volt, hogy az első fél időben ezt megakadályozzuk. Ezt nem engedhetjük meg magunknak, az ellenfélnek nagyjából minden összejött, amit szerettek volna, mi kiagyogattuk a helyzeteket. Jobban kell koncentrálnunk az első fél időben, nem engedhetjük meg, hogy így kinyújjon az olló a két csapat között. Azt éreztem a srácokon a második fél időre kijöve, hogy ezen ők javítani akarnak, ezeken a dolgokon ők dolgozni akarnak, és azért azt meg tudtuk mutatni, hogy nem törődünk abba bele, hogy ekkora legyen a különbség a két csapat között. Boznánszki Gáboron kívül a két gólig jutó Öreglaki is beköszönt a hazaiaknak, de Amaro Wagner Anibal és a duplázó Pereira Pályva találatával a második félidőt döntetlenre hozta. Az összességében 8-3-ra kikapó házigazda.